Jó estét kívánok, szervusztok, szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai egészen különleges kérdezd a szerzetest alkalommal. Bizonyára már sokan ismertek, nem kell nagyon bemutatni Bhaktipát Prabhut, aki itt ül mellettem, aki egy utazó szerzetes, Krisna völgyben lakik, járja az országot, és mindenhol előadásokat tart védikus ismeretekről, védikus tanításokról, és ma is egy ilyen alkalom, amikor feltettétek a kérdéseket, kaptunk sok kérdést, és ami a különleges lesz, mi is lesz ma a különleges? Hogy még vannak bejelentkezve talán Zoomon. Igen, hogy ma a Zoomon is csatlakoznak hozzá. Már látjuk, nagyon jó. Úgyhogy ma és ilyen... akkor az ők hangukat is bekapcsoljunk, de közben őket csak van. Úgy tudjunk hallani, igen. Hogyha szólnak nekünk itt a fülesünkbe. Jó? Krishna. Hare Krishna. Jó, visszaadom a műsorvezetőnek a szót. Igen, itt vannak Zoomról is, és akkor talán először hallgassuk meg a kérdéseket azoktól, akik a Zoomon bejelentkeztek hozzánk. Ha jól láttam, akkor Tünde van itt. Hallasz minket, Tünde? Ó, két tündénk van. Halló, halló. Most nem hallunk. Halló. Közben megjött Móni és Norbi is. Jó, akkor olvasd fel, ami jó. Van, és akkor addig a zoomosok bátorságot felvesznek. Életet lehelnek a technikára. És akkor jégtörés megtörténjen, hogy itt jó. Addig én le is veszem a fülesemet, mert ahhoz, hogy téged halljak, nem kell. Én közben így hagyom, és akkor hallom, hogyha zoomban. Ne, én lehalkítottam a zoomot. Jó, akkor nekem. Szóval a zoomosok csak akkor tudnak szólni, amikor bekapcsoljunk a hangokat. Jó. Első kérdés az lenne, hogy ha én lélek vagyok, miért nem tudom meghatározni magamnak, hogy meddig vagyok a testben? Jó, köszönjük szépen, jó kérdés. Hát, meg is tudom, nem is, attól függ, hogy milyen tudatállapotban vagyok. Ameddig én karma irányítás alatt vagyok, akkor nem tudok meghatározni, mert viszi a döntés, az ítélet engem tovább. Amikor valaki felszabadult szinten van, mint a szentek, mint a Srila Prabhupád, vagy Jézus Krisztus, ők, mikor jönnek ide, földre közénk, akkor ők nem a karma a hatása miatt jönnek, hanem szabad akaratából, és nincsenek megszennyezve anyagi energiával, ezért ők tudnak dönteni. Meddig maradnak, és kik legyenek a szülők, azt is ők tudnak választani. Másképp ugyanúgy, mint nekünk szabad akarat korlátozott van még a életkorban, életközben is, például ember csak olyan tevékenységeket végez, ami az ő karmában benne van, mondjuk valaki előző életben lehet, hogy volt balettáncos, a következő életben lehet, hogy lesz festő, vagy énekes, de már nem tud balettet táncolni. Ez egy karma. Szóval nem tud egy ember egy tevékenységet se változtatni, mondjuk lehet, hogy énekes meg tudta tanulni balettet táncolni, de nem lesz olyan virtuózus, mint az igazi balettes, vagy a észreértétek, ugyanúgy valaki, aki kitűnő énekes, lehet, hogy valamennyire megtanul festeni, de hogyha nincs karmába, természetébe ez a képesítés, akkor nem lesz olyan jó festő, mint az a festő, akinek karma szerint festő. Szóval így minket befolyásol egy életre. Miért így van? Mert a vágyaink szerint. Szóval mit kapunk a természetünket, kettő dolog miatt, egyik ez a múlt életnek a viselkedése miatt, kapunk egy bizonyos test, és a természetet, amit úgy hívják, hogy
svabhava, ez a ideiglenes pszichofizikai állapotunk jelen életre, vagy visszahatásként. Szóval egyik, hogy tudjak vágyat teljesíteni, a másik, hogy nem élvezhetek ezt a dolgot, mert hogyha valamit rosszat csináltam. És mi ezt nem tudjunk befolyásolni, ugyanúgy nem tudjuk befolyásolni, hogy mennyit tart életben maradunk ebbe a testbe, ha van egy kis ha, vagy de, hogyha nem változtatjuk az életünket. Nem az úgy, hogy én csak úgy gondolom, hogy most akarok többet élni, vagy meddig maradni. Persze lehet dönteni, most hamarabb meghalok, kimegyek, ugrok valahova kamion előtt, vagy valami. Persze, így lehet dönteni, hogy rövidebb, de hosszabb, az már nehezebb, de hogyha én tudatos életet kezdek élni, és tudok, hogy hogy kell táplálkozni, tanulok, hogy kell gondolkodni megfelelően, mert ez is befolyásolja az életnek a hosszát, a sport, mert például, hogyha én bajnok akarok lenni a sportba, az rövidíti az életét. Mert túlzásba vesz, hogyha ember a sportot, akkor ott elhasználódik, elkopik. Például egyik dolog, hogy lélegezés megvan határozva a védek által, hogy minden embernek, aki megkapta a testet, megvan határozva, hogy hány légzés, belégzést képes megcsinálni, és mikor kifogy, akkor meghal. És sport sokszorosítja ezt a légzést. Ezért például azok, akik pranayama gyakorolnak, azok tudnak hosszabbítani az életét, mert ott visszatartanak a légzést. Magyarul, hogyha miről van szó, azok, akik egészségesen tudják, hogy hogy kell lemondásokat végezni, vezekléseket, nem túl, ez is nem szabad túl, hanem tudni kell, hogy mennyit, hogy kell táplálkozni, ez is egy lemondás, mert lehet, hogy ember enne jobbra-balra sokat. De hogyha tudja, hogy mennyit kell, hogy kell, akkor ez hosszabbítja az életét. Hogy valamennyi sport vagy jóga, az is hosszabbítja az életét, de megint, hogyha túl sok, akkor megint rövidíti. Ezek az arany középutokat meg kell találni, mennyit kell pihenni, mert hogyha sportolok például, akkor kevesebb beteg vagyok, mert minden betegség égeti el az életemből, hosszúságomból. Azok, akik minden többet betegek, annál rövidebb az életük. Akkor ezt is, szóval lehet így tudatosan befolyásolni élethosszat. De dönteni, hogy most halok meg úgy tudatosan, úgy mondják, hogy elhagyom a testet, dönteni nem tudok most. A döntés, tudatos döntés, ez csak felszabadult lélek, aki megvalósított, hogy ő nem ez a test, akkor ő tud dönteni, meddig maradok. És ő tud kilépni, és visszalépni. Úgy kilépni, hogy a orvosok halált tudnak gépeken megállapítani. Van egy lelkitanító mester, aki amerikai származású, ő mesélte, hogy mikor fiatal még volt, Indiába járt, és ott találkozott egy jógival, aki meghívta az orvosokat, és mondta, na nézzétek meg, most én leállítom minden funkciót. És leállította az összes funkciót a szervezetbe. Direkt specialistákat hívta, és ők mindenki mérte mindenféle gépekkel, meg pulzus, meg minden, és akkor tényleg halottnak tekintették. És nem emlékszem pontosan, mondta, hogy fél órát így lesz. És utána csak visszatért. Szóval van, de itt kell egy nagyon magas tudatszint. Eléggé. Nem muszáj túl lelki szint, de
magasabb, mint most nekünk, Tesco vásárolóknak a szintjünk van. Annál magasabb egy kicsit kell. Hát nem is Ocean. Lehet, hogy Ocean magasabb, mint a Tesco, de egy kicsit még ennél több. Jó, oké. Köszönjük szépen, ez jó volt. Így elnézem a kérdéseket, talán a karma foglalkoztatja legjobban az embereket, mert mindjárt a következő kérdés is arról szól. Hogyan fogyhat el a karma a halál pillanatában? Ha elfogy, akkor már nem kellene újra testet öltve megszületni? Ezek szerint olyan karma marad, amit az adott test képtelen lenne véghez vinni, például a kor miatt? Milyen jelei vannak annak, amikor a test elhagyásának pillanatában valóban elfogyott a karma és felszabadul a lélek? Vannak ennek testi tünetei egyáltalán, ha vannak? Bhagavad Gita-ba Krishna azt mondja, hogy mindenki, aki megszületett, az meg fog halni, aki meghalt, meg fog születni. Ez a karma törvény. Mit jelent, hogy nem születni meg? Ameddig, itt pontos, egy fontos dolog. Ameddig megszületünk, ez azt jelenti, hogy ott van a karma. Amikor addig, ameddig van karma, addig meg kell születni és kapni testet, mert ez a kényszer. Akár emberi test, állati test, növényi test, bármilyen testet lehet kapni. De, hogyha valaki lelki, mert van háromféle karma fogalmazás. Vikarma, karma, akarma. Vikarma, ez azt jelenti, hogy bűnös karma, amikor ember bűnt követi el, és ezzel rossz visszahatást csinál, ami által degradál a tudatja, rosszabb testet fog kapni a következő születéskor, ez a vikarma. Karma, ez a jámbor cselekedet, mikor ember ismeri a boldog életnek a törvényeit a védikus írások alapján, és akkor így végezi életét, hogy követi, akkor az karma, így ő egy kicsit emelkedik, és a karma, ez a lelki cselekvés, mert Isten ő karma törvény fölött áll. Minden cselekvés, ami Isten elégedettségére, szolgálatára van irányítva, ez minden a karma. Az azt jelenti, nem teremtek karmát. Sőt, amikor ilyen tevékenységet végzek, akkor tisztítom a minden karmát, amit ideig összeszedtem, összegyűjtöttem, és amikor elfogy, amikor kraminaiva pralieta, amikor az összes karma el lesz égetve, akkor már én döntöm, mikor fogok-e meghalni, vagy elhagyni a testet, vagy nem kell visszaszületni. Akkor ez volt az első része a kérdésnek, akkor mi volt a második része a kérdésnek? A második része az volt, hogy milyen jelei vannak annak, amikor testelhagyás pillanatában, hogy valóban elfogyott a karma, és felszabadul a lélek. Felszabadul a lélek. Hát ezt meg kell kérdezünk mindig a szentektől, szakértőktől. Mi nem fogunk megérteni. Nem. Ez túl magas nekünk, és ez szentek, meg ők fognak mondani. Mert jelek hasonlók lehetnek minden, de a szent, vagy úgy mondják, hogy szádu, vagy risi, aki lát. És ő. Ugyanúgy, mint a szakértők az autószervizben, hogyha valami kopog nálunk, lehet gondolni, hogy lehet, hogy ez kopog, vagy az kopog, de elmegyünk egy szervizbe egy szakértőhöz, akkor ő megmondja, figyelj, negyedik szellep kopogsz, kész. ez biztonságos, jó? Hogyha felszabadul valaki. De vagy egy, ami ritka látni ilyet, de felszabad, oké, leül, vagy fekszik, és mondja Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, és kész, vége a légzésnek. Na, az felszabadult.
emlékeztek, a Jézus ugyanaz. Most mi olvasunk Bibliába, hogy ott, mondják, ott úgy van írva, hogy kezedbe adom a lelkemet. Ez ugyanaz a mantra, Hare Krishna mantra, hogy én kezedbe adom a lelkemet. Én adom, megyek tovább hozzád. Szóval ez egy tudatos. Szóval Jézus, és ő akkor halt meg, amikor ő döntött. És ő mondta, és tudatosan, akkor ő felszabadult. Ez egy nagyon egyértelmű jel. Szóval amikor valaki tudatosan, hangvibráció által elhagyja, az biztos felszabadul, de nem csak így van, azért mondom, jobb kérdezni a szakértőket, meg sok körülmény lehet, és nem biztos, hogy valamelyikben mi egyértelmű fogunk tudni, hogy ő felszabadult. Oké. Okay. Harmadik rész volt. Köszönjük szépen. Ez volt ez a kérdés csokor. Igen. Én és szerintem a Zoom-ot keresünk meg, igen, hogy hol van itt nálunk. Bekapcsoljunk a hangot, és akkor meghallgatjunk. Akkor te vezérnél, légy szíves. Elvileg hallanak minket. De te beszél, hogy kit akarsz, hogy... Itt vagytok? Tünde, Móni, Norbi, Zoltán. Le vannak halkítva, látod? Igen, igen, itt vagyunk. Jó. Hare Krishna. Igen. Kinek lenne az első kérdése, aki először kihangosítja magát? Most megint visszanémítottátok magatok. Na, Zoltán? Én az elmúlt alkalommal írásban tettem fel a múlt hét során egy kérdést, ami nem kimondottan a Krisna tudathoz kapcsolódik, hanem általános jellegű egy kicsit. Mégis azt gondolom, hogy lehet, hogy egy hosszabb kifejtésű lenne a válasz. Nem tudom, hogy itt elmondhatom-e ennek ismeretében. Mondd el, és akkor megnézzünk, jó? A kérdést, amit szerintem ki is írtunk. De azért mondd a kérdést, kérlek. Azt kérdeztem a múlt alkalommal, hogy létezik-e a gonosz, mint olyan, és Baktipánnak volt egy megjegyzése az előadás közben, azt mondta, hogy nagy bajban vagyunk mindannyian, szó szerint. Ez hangzott el, ugye a vaskorra tekintettel, és ez így egy kicsit megerősített engem abban, hogy nem alaptalan a kérdésem, és úgy folytattam a kérdést, hogy lehetséges-e, hogy ez a saját egónkból vetül ki adott esetben ez a jelenség a világra, és így tükröződik vissza felénk, de ez mi a feladatunk, hogyha találkozunk vele? Oké, okay. Akkor ennyi? Igen. Jó, létezik-e valamit? Köszönjük szépen, addig leveszem a fülesemet. Hát először tisztázunk egy kicsit azt a fontos dolgot, hogy van egy félreértés, hogy van érme egyik oldal Isten, másik oldal gonosz, Isten meg a Lucifer, és akkor komoly kihívás van Istennek, mert ők harcolnak egymással egész sokáig, és nem lehet tudni, ki fog győzni. De ez ilyen nincsen, hanem úgy működik, hogy amikor a lélek nagyon elhiszi magáról, hogy ő független Istentől, és ő tud csinálni, amit ő akar, akkor ő gonoszá válik. Mert akkor ő tudatlanságba kerül, és ekkor, amikor elkezd bűnös tetteket végezni, ezt fog benne ültetni a következő, még drasztikusabb, bűnösebb vágyokat, még gonoszabbá válni. És valamikor ezek a gonosz személyek, ez ugyanolyan lelkek, mint mi, szóval nem, nincs különbség, de ugyanúgy, mint körülöttünk a jó emberek, vagy normális emberek között vannak hatalmas, hatalommal rendelkezők vannak kevésbé, ugyanúgy itt is a gonoszok is tudnak hatalmahoz jutni, és akkor akár valamikor irányítani egy embercsoporttal, egy országgal, egy bolygóval, vagy akár egész univerzummal. És
Srimad Bhagavatam ilyen történeteket, mert Srimad Bhagavatam ez egy Purana, ez egy történelmi könyv, és ott ismeri ilyen eseteket, amikor a gónusz lelkek vezeklés által, mert vezeklés által lehet szerezni hatalmat, erőt, misztikus, és gonosz is tudja. Ugyanúgy, mint valakinek van kezébe kés, azt lehet használni jó dolgokra, de lehet használni rossz dolgokra a kést. Ugyanúgy, és a kés az kerülhet jó embernek a kezébe, és a rossz embernek a kezébe. A kés az egy eszköz. Ugyanúgy a hatalom, vagy a misztikus hatalomos képességek, az is kerülhetnek ide-oda. De Isten szemszögből a hatalmas egy gonosz, vagy nem hatalmas neki, ő előtte mindenki egyforma. Mert neki még pislolni se kell, hogy a gonosz ellen legyen győzve. Itt ez a fontos, hogy nem szabad legyen félreértés, hogyha valaki hatalmas gonosz, akkor Istennek több erőfeszítés kell, hogyha kell mondjuk őt legyőzni. Amúgy nem győzi le őt, nem, ez, van amikor, de általában nem, mert gonosz úgyis magát elpusztítja. Vége mindig rossz lesz. És karma törvény szerint, hogy ő utána nem kívánjuk senkinek rosszat, de ő kerül eléggé hát szenvedési helyekre, ami úgy szokták ismerni a nálunk emberi világban, hogy pokoli bolygórendszer, oda fog kerülni, és akkor ott majd leszámolják vele, ott le kell égetni azt a negatív rossz karmát. Az biztos, hogy még hogyha sok életen keresztül úgy tűnik, hogy nézitek, annyi sok minden rosszat csinál, de nem kap semmit, büntetés semmit, hát lehet, hogy mi nem látjunk, mert most lehet, hogy nem kap, de aztán utána mindenféleképpen fog kapni. És még egy van dolog, hogy mi most egy kali korszakban élünk, ez a vars korszak, félreértéseknek a korszaka, a háborúknak, a vitáknak a korszaka, és így tovább. Ennek a korszaknak van egy személy, egy lélek, aki fel van hatalmazva irányítani, hogy ebben a korszakban a gonoszság jobban domináljon. Ez a kali. A kali, mert ez egy kali yuga. Az a kalinak, gonosznak a korszaka. És ő egy finom fizikai testben van, és ahol van vita otthon, például férj-feleség között, amúgy ahol van kiabálás, vita, csúnya beszéd, akkor szenvedélyes játékok, ott ő megjelenik. Mert szellemeket nagyon gyorsan lehet idézni, hogy eljöjjenek, és elkezd befolyásolni a tudatukat. Azért azok a személyek, akik gondolják, hogy mindegy, hogy beszéljünk, ahol alkohol van, mámorító, akkor ő. És akkor ő fog befolyásolni, hogy ember jobban degradáljon, és utána irányítja őket. De ugyanolyan lélek, mint mi, szóval ne, őt legyőzni nem is Isten, hanem egy bármelyik szent simán legyőzi, csak nem fognak, mert most ez Istennek a terve, hogy azok a lelkek, akiknek van vágy a gonoszságra, gonosz tervek, gonosz vágyokat teljesíteni, akkor ebbe korszakban kaptak lehetőséget. Mert előző korszakban nem kapnak. Előző korszakban azok inkább mondjuk az leglegelső korszakban, a Szátya Jugában, ott a direkt nem tudnak megszületni ilyen lelkek az emberi testbe, mert akkor csak szentek, hogy legyen olyan lehetőség, amikor csak jógi, még a szentek kapjanak lehetőséget saját vágyait teljesíteni, hogy vezeklések és meditációk által fejlődjenek. De igazságtalan lenne, hogy nem kaphatna a rossz valaki, és akkor ebbe korba, ahol vagyunk, kapnak
azok a lelkek, akik ajás vágyajon rendelkeznek, és a Kali segít nekik. Befolyásolja őket, de ugyanakkor, ahogy mondom, hogy Isten szembe, az nem egy kérdős pont. Mert ő nincsen semmi, ami Istennek valami akadályt valaki csinálja. Jó, akkor nézzünk tovább. Mindjárt bekapcsoljunk. Akkor még egy zoomból? Igen, jó volt így, Zoltán, hallottad végig a választ? Igen, tökéletesen hallottam, és köszönöm szépen a választ. Köszönjük a jó kérdést. Többiek itt a Zoomon, ki szeretne kérdezni? Hare Krishna, én kérdeznék, Tünde vagyok. Oké. Okay. Igen. A mantrázással kapcsolatosan kérdeznék, hogyha nem minden nap vagyok olyan lelkes, akkor én úgy döntöttem, hogy inkább nem mantrázok. Ez egy helyes döntés, vagy inkább mantrázzak, hogy nem szeretnék sértést elkövetni, így helyes döntés, vagy nem? Köszönjük szépen, jó kérdést. Hát igen, jó, hogy ezeket kérdezel, mert fontos, hogy megértsünk, hogy miért kell mantrázni. A lényeg itt az, hogy ez a világ, ahol vagyunk, nagyon erősen hat a tudatunkra. És amikor a hatás alá kerülünk, úgy hívják, hogy van ez a ilyen tamaguna, ez a tudatlanság kötőerő ebbe a világba, ami nagyon próbál tompítani a tudatunkat, és ahogy csak mi nem mantrázunk, akkor azonnal ezek belemásznak nekünk a tudatba, ezek a kötőerők. És akkor degradáltatnak. És ugyanakkor mi a célom a mantrázásnál? Hogyha én szeretnék csak egy kicsit enyhíteni a karmámat, akkor így, amikor van kedve mantrázni, mantrázok, amikor nincs kedve, nem mantrázok, oké. Nem probléma, mert tényleg, hogyha legalább így csinálok, akkor ez eléggé jól befolyásolja a karmámat. Az igaz. De, hogyha én szeretnék lelki élményeket, és fejlődni lelkileg, akkor egyértelmű, hogy nem elegendő, mint a sportoló. Vannak, akik csak így sportolnak amatőrként, de hogyha valaki akarja lenni sportoló bajnok, akkor az tudjunk, hogy az van kedved, nincs kedved, menni kell edzésre, mert csak jó munka után, erőfeszítés, vezeklés, mert ez is egy vezeklés, az edzések, akkor lehetsz bajnok, vagy legalább mester. Nem tudom, magyarul szoktak-e mondani, hogy valamelyik sportdal mester vagy. Szóval ugyanúgy, ahhoz, hogy mi komolyabb eredményt érjünk a karmánál, akkor ott fontos a rendszeresség. Mert hogyha én rendszeres vagyok, akkor kapok lelki erőt. Hogyha van kedvem, nincs kedvem, akkor nincs lelki erőm. Mert nincs kedvem, és nem mantrázok, nem nincs lelki erőm. Mert hogyha lenne lelki erőm, akkor mantráznék akkor is, mikor nincs kedvem. Ezért rajtunk múlik, hogy mi a célunk, mit akarunk. Ezért ami fontos, hogy fontos sokat tanulnunk, hallani, miért kell mantrázni, miért nem kell, hogyha mikor tanulunk, így lesz egy teljes kép az egészről, akkor nekünk egyértelmű lesz, hogy ez, hogy hogyan csináljak, hogy néha-néha, vagy mindig-mindig, de néha-néha is nagyon jó. Oké. Lehet, hogy most olvasunk egyet a listáról, és akkor majd utána megint a Zoomon, hogy legyen egy kis színes változatosság. Jó, akkor a következő kérdés, amit felolvasnék, Eszter kérdezi, hogy ha egy házi állat számára a gondoskodás, táplálás véget muszáj húst biztosítani, én magam viszont hosszú ideje vegetáriánus vagyok, akkor ehhez hogy viszonyul a vallás, mi a teendő vele?
Mindjárt nézem, melyik gombot nyomjak, hogy kamerát melyik hova kapcsoljak, mert lehet így, meg lehet így. Hát a szentírások az összes azt mondja, ne ölj. Állatnak akarsz adni, enni nem állatnak, akkor se ölünk. Vagy nem szponzorálunk. Nem, szóval gyilkosságot nem lehet kimagyarázni. Nem lehet. Hát ugyanúgy is elmegyek valakit megölöm, hogy hát ez a kutyámnak kell húst, azért csak húsbolt már záró volt, megöltem egy embert. Nem magamnak, nem is akartam rabolni, nem is gonoszságból, csak jó, teljesen jó szívet csináltam, hogy kutyának legyen mit enni. Akkor megmondják, nem baj, a törvény szerint az, hogy megölti, akkor mész börtönbe. Nem lehet kimagyarázni. Csak a mostani törvények már nem egyeznek, sajnos nem egyeznek Isten törvényével. Mert Isten törvény arra is hat, ami kell, hogy Isten törvények alapján legyen az alkotmány, vagy a országos törvények. Az a probléma, hogy most már nagyon eltér, de ettől, hogy ország törvény nem mondja, ez nem baj, még mindig Isten mondja, baj, akkor baj. Ezért nem jó ezt csinálni. Ó, akkor mi legyen? Hát nekem nagyon sok barátomnak vannak kutyák, macskák, és csak vegetáriánus ennivalót adnak, és van 15 éves kutyák, macskák, semmi bajuk nincsen. Inkább még jobb, hogy amit tényleg akarunk, ez nem egy segítség. Persze, hogyha kutya eszik a húst, ő nem csinál bűnt, de hogyha mi vásárolunk neki, akkor mi csináljunk bűnt, mert mi szponzoráljunk húst, állatgyilkosságot. Hogyha adunk inkább szentelt étel, felszentelt ételt állatoknak, a prasádam ez a neve, felajánlott ételt, speciális szertartás által, akkor igazán segítünk állatunknak, mert az a lélek, aki az állatunkba került, neki megvan, hogy ennyi évig kell, és ennyiszor kell születni ebbe az állatba. Vagy kutyatestbe, vagy macskatestbe, az meg van szabva. És kutyából, vagy a macskából a lélek nem kerülhet rögtön emberi testbe. Még akkor is, amikor otthon látjunk, hogy kutya mindent ért, szóval mindent. Ő teljesen néha olyan, annyira lehet beszélni és érezni kutyát, és kutya érzi a családtagokat, mint egy ember. Az igaz, de ő mindig kevés neki, vagy ez a kutya test, ez mindig távol van az emberitől, és neki mi kell menni több lépcsőfokot, hogy emberi testbe került. De, megint ez a jó, a védikus rendszerben, hogy vannak a törvények, és vannak is kapuk. Hogyha szent ételt adunk, vagy megszentelt, vagy felszentelt, vagy praszádamot, akkor ő tisztul. Ezektől az állati karmától, hogy állati testekben legyen, ezért következő születéskor emberi testbe fog születni. Na, ez egy segítség egy otthoni állatnak. És még egy kicsit enyhítés a kemény válasz után, hogy én ismerem olyanokat, akik direkt kutyatáppal foglalkoznak, van kutyatáp, zsákokba lehet venni, vegetáriánus képzeljétek el. Nincs benne hús, és ez kutyatáp, és ezt forgalmazzák. Ha interneten egy kicsit utána nézünk, akkor fogunk találni egy ilyet. Oké. Jó? Köszönjük a kérdést a kutyatartók nevében is, hogy akkor most van egy másik lehetőség a táplálásukra. A következő kérdés az lenne, hogy már szóba került itt a kali korszak, aminek ugye egyszer majd vége lesz, és hogy a kérdés az, hogy a világpusztítás után az alvó állapotba került lelkek meddig várakoznak arra, vagy van-e várakozás, míg újra megszülethetnek? Különböző helyzetek vannak, nincsen csak így, hanem
valaki várakozik, valaki rögtön megy valahova, valaki elmegy köztes állapotba egy kicsit. Szóval erre ez egy egyéni variáció lehet. Szóval itt mert gondolom itt arra is lehet, azért is lehet ez a kérdés, mert hallottunk, hogy 9 napig, 40 napig, valamikor igen, lehet, valamikor nem rögtön valahova megy, szóval itt nincsen rá egyértelmű dolog. Az életen a karmán függ, milyen karmát végezte az ember. Jó? Meg az előbbi válaszaidban arról is gondolok, hogy akkor az is befolyásolja, hogy hogyan hal meg valaki, hogy hagyja el ezt, tehát a lélek, hogy hagyja el ezt a testet, milyen körülmények között, tehát az is biztos, az is befolyásolhatja. Igen, körülmény befolyásolja. Igen. Igen, hogyha szentek között, akkor egyféleképpen fog történni, hogyha karma szerint, mert a szentek között meghalni, az nem karma szerint van. De karma szerint ott lehet több variáció. Igen. Jó, akkor lehet, hogy nézzünk a zoomot. Nézzük meg, hogy okay, akkor előbb már nem hallottam. Mert én kikapcsolok mindig. Aha. Mert ha véletlenül be van nyomva a mikrofon, akkor na most tudjunk hallani a zoomot. Akkor itt vagytok? Én nem hallok zoomot. Ha valamelyikőtök szeretne kérdezni, akkor... Jó. Akkor olvasok addig fel, mert akkor ők csak így részlevőknek, mert igen, jelezték nekünk, hogy csak én nem tudom, ki most itt kérdezőként van nálunk Zoomon, ki részlevőnek, de persze, nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok. Akkor kérdezünk a listából. Jó. És akkor majd jelezitek, aki Zoomon van majd, hogyha mi néha-néha ránézünk, csak semmiképpen nem akarunk titeket figyelem kívül hagyni, de majd mindig ránézünk. És akkor, hogyha lesz, úgy, hogyha mi látjunk, hogyha nincs kinyom, hogyha be van kapcsolva a mikrofon, akkor abból fogunk tudni, hogy szeretnétek kérdezni. Kérdezni. Ja, oké. Okay. Addig jó. Én kinyomom itt a Zoom hangot. Jó. Akkor Szabolcsnak van egy kérdése feléd, hogy az lenne a kérdése, hogy a körülöttem lévő barátok negatívan fogadják, amikor lelkiéletről, vallásról, Krisna tudatról beszélek, akkor mit a legjobb tenni? Inkább ne beszéljek róla velük, előttük erről, vagy mit tegyek? Igen, nekünk fontos, hogy nem erőltessünk. Mindenki máshol tart az élet pályán. Valaki még nem tart ott, hogy lelki témát érdekeljenek, és akkor ő még reménykedik, hogy úgy lesz a boldogság az életében, hogy ő elképzelte. És akkor nem kell, senkit nem erőltetjünk, nem térítjünk. Keresünk inkább olyan társaságot, ahol érdekel. Ugyanúgy, mint a sakkozók. A sakkozók mindig sakkokkal nem velünk megbeszélnek, mert még megmondjuk, jó, várjál, mindjárt jövök. Hanem ők is keresik egy hasonló érdeklődők kört, és akkor ott beszélnek. Pedig nekik ez az élet, vagy a zenészek. Itt is lelki témák, ról, aki nem kíváncsi, akkor semmiképp nem kell erőltetni, mert nekünk be kell hogy mondjuk tiszteletbe kell tartsunk az ők szabad akaratukat, akár jó, akár nem jó, az már az ők döntésük, de nem kell, hanem keresünk azokat, akik kíváncsiak, vagy mondani valójuk is van. Jó, oké. Okay. Jó, köszönjük a választ. A következő kérdés az Tündének van egy észrevétele, hogy a sok szenvedés gátolja a lelki fejlődést. Hogy mit lehet tenni ez ellen? Mi a teendő? Hát igazi szenvedés nem gátolja.
mert szenvedés az a tapa. A tapa, amikor valaki ég a szenvedése tűzben, akkor ez inkább teríti embert a lelki útra, a lelki fejlődésre. Ezért ez egy tapa. Tapa. Égetni a karmát. Attól függ, hogy kapunk-e tudást róla. Mert én is emlékszem, amikor engem így érdekeltek a lelki témák, de amikor bekerültem egy kicsit keményebb helyzetbe, még sok-sok-sok éve ezelőtt, 90-es évek elején, akkor mondom, hát ez miért van? És akkor kaptam könyvet a karmáról, és akkor elindított engem gyorsabban. Mert lehet, hogy nem lett volna, mert mindig érdekeltek ezek a dolgok, de nem kaptam volna egy kis turbót, hogyha nem léttek volna kis szenvedések. Az, még a betegség, ez karmát égeti, nehéz helyzetek. Persze, van kettő dolog. Hogyha mögöttem van túl bűnös karmám, úgy mondja a Bhagavad Gita, hogy duskritatta, duskriti, aki nagyon rossz karmát csinálta, ami tudatot is nagyon lematerializálta. Szóval az is, hogy amikor valaki tatál materialista, az egy duskritatta, ez a bűnös tettnek a visszahatása. Na, ilyen ember, hogyha kap szenvedés, lehet, hogy még rosszabb lesz. De ez ritkább, inkább az történik, amikor kap valaki szenvedés, az fog tudni, segít neki fejlődni. Mert akkor ő keresi, mi a megoldás, és végül le fog jutni a tudáshoz, hogy a lelki út a megoldás, és Istenen kell függni, és akkor kezd függni, és akkor így az segít fejlődésben. Jó? Oké. Okay. Köszönjük. Érkeztek hozzánk még kérdések. A következő, Eszter kérdezi. Ez most közben? Élő közben? Nem. Ezt előre küldték be, igen. Hogy Eszter kérdezi, hogy a vallás szempontjából megközelítve tiltott-e a testtetoválás, mint foglalkozás, illetve, hogy a tetoválás és a testékszereknek a viselése, hordása. Hát tudom, hogy most már mindenki, hogy szokják, megvarják, bevarják? Varratják maguk. És most, amikor már ez egy, én csak mindig elképzelem, tudod, amikor ilyen fiatal lányok szét vannak tetoválva, és akkor csak én elképzelném, amikor én kicsi voltam, és akkor nagymámámmal találkozni, 80 éves, és akkor én tiszta tetovált. Szóval lehet, hogy mostani gyereknek ez már nem lesz egy nagy dolog, nekem még ez egy kicsit furcsa. Hogy van valami, ami ez a tetoválás annyira nem volt régen jóságminőség. Vannak különböző díszek, amik kedvezők a testnek, mert például, hogyha valaki érti, hogy én a Isten hívő vagyok, ez most vallás szemszögből nézve, akkor ez a test, ez a templom. És a templomot lehet díszíteni kedvező jellekkel. És akkor vannak olyan jelek, mint tilak, amit lehet látni nekünk itt a homlokon, az a tilak, az is díszítés. Akkor vannak olyan lelki irányzatok, ami hitelesek, ott kiégetnek ilyen tilakot, nem a homlokon, hanem a kezeken, meg a csakrákat, milyen kedvező jeleket, mint ami csakra, mandala féle csakrákat ki tudnak itt égetni, ilyen pecsétekkel, akkor van. Szóval voltak ilyen dolgok,
De mikor ilyen koponyákat, meg mindenféle dolgokat tetoválnak, az sajnos finom szinten be is hívja ezeket a szellemeket, akik tudatot tompítják. És hogyha mi próbáljuk megérteni, hogy ez a test, ez egy eszköz, és ennek a célszerűsége van, nem azért, nem az, hogy szétszellemet a testet, ahol milyen piercingekkel, meg mindenhol van tetoválás, hogy ez az életnek a célja, akkor ez nem jó. De hogyha én tudom, hogy a test ez egy eszköz, és arra van nekünk adva, hogy mi lelkileg fejlődjünk, akkor így értsünk, hogy mi az, ami belefér, mi nem fér bele. Hogyha valakinek ez a munka, akkor nem tudok mondani, hogy holnap ne dolgozzál, mert ez meg kell dolgozni, kell élni valamiből, de nem egy nagy díjazott dolog, szóval inkább úgy mondanék, tetoválás a piercingek. Én egyet, két piercinget ismerem, ami védikus szemszögből hiteles, ez a orr gyűrű, vagy ilyen orr, ilyen kis piercing, ilyen kis drága kövel, aranya, vagy fül. Azok lehetne. Most elfelejtettem, most jobb oldal vagy bal oldal kell a hölgyeknek, az erényességet például erősíti. Ha van egy oldal piercing, az majd utána kell néznem. Rég nem csináltam magamnak. Szóval ezek igen, a fülbe, hát régen, most mi nem csináljunk, mint a Srila Prabhupát követői férfiak, de régen férfiak is használtak fülbevalókat, mert az is egy kedvező hatással volt. De hogy nagy tetoválás. Hát nem bátorítják a szentírások. Jó, befejeztem. Jó, köszönjük. Következő kérdés, ami hát megint csak a karmáról és a halálról, úgy látszik, hogy most ez egy nagyon felkapott kérdéskör. Azt kérdezi egy kedves kérdezőnk, hogy a halál pillanatában vannak-e jelei, látható jelei például annak, hogy a következő életbe hova kerülünk? Hogy ezt meghatározza az, hogy hagyjuk el a testünket, hogy balesetben, vagy mondjuk gyilkosságban, vagy természetes halállal, vagy hogy milyen bolygóállások vannak, tehát hogy mi alapján dől el, hogy én hogy születek, és hova születek? Igen, persze, megvan határozva ezek a jelek, mert halálunk nem véletlen valamikor történik körülmények között, mint a baleset, akkor például Bhagavad Gita-ból is lehet olvasni, hogyha dél részén megy a nap, akkor az nem kedvező meghalni, amikor éjszakon megy a nap, akkor az kedvezőbb. A jogik ezt nagyon erősen használják, meg keletre kell ülniük, szóval megvan, hogy kell ülni, milyen irányába, amikor a jogi meditációba elhagyja a testét. Ők tudatosan ezt csinálnak, nálunk karma meghatározza, hogy bizonyos körülmények között valaki fog meghalni, és ez befolyásolja, vagy ez egy jel, hogy hova fog menni. Például, hogyha valaki nem kapta lehetőséget, balesetben meghalt, és nem volt lehetőség, hogy szent legyen ott egy pap, legalább, az is jó, szent valaki, ha hiteles legyen, akkor ez egy kedvezőtlen dolog, és nem lehet tudni, hogy hova ment. Hogyha valahogy így, akkor vagy tudatos volt, vagy nem tudatos. Azt a tudatnál volt, vagy elveszítette a tudatot, és akkor úgy kómába elment, akkor ez nem kedvező. Hogyha ott vannak a rokonok is mantráznak, meg próbálnak neki mondani, prédikálni, mert lehet, hogy a test ki van kapcsolva,
De lehet a tudat az hallja finom szinten a gondolatokat, akkor ezt is lehet. Vagy mantráznak ott mellette, vagy olvasnak szentírásot, meghívnak egy szentet. Ezzel lehet befolyásolni, mert kedvezőtlen, igen, tudatlanul halni meg, meghalni. Akkor van, le van írva, hogy attól függ, hogy milyen csakra keresztül. Hogyha gyökércsakra és nemi csakra keresztül távozik valaki, akkor az állati világba fog születni. Hogyha a szívcsakra keresztül, akkor embervilágba fog születni. Hogyha a torok, vagy a koronacsakra, vagy aggélcsakra keresztül, akkor az lehet, hogy fősúbolgó rendszer, vagy felszabadult. Hogy lehet látni a jeleket? Hát inkább a pár anyagit tudok mondani. Hogyha nagyon görcs, például, hogyha az alsó csakra keresztül távozik a lélek, mert vannak nádik, hogy hogyan elhagy a testet a lélek, nádik a csatornák. Amikor alsó csakra keresztül, kapokon keresztül távozik, akkor úgy összezsugorodik a csakra körül az embernek a testje, így, és akkor vagy vizel közben, mikor meghal, vagy ürit, ez egy kedvezőtlen jel. Amikor laza a test, békés, lehet látni, ha nagyon békésen megy el lazán, akkor lehet, hogy akkor szív, és akkor így emberi világban, hogy ember lesz a következő születésben. A többi már a szentektől kell kérdezni jelekről, hogy hova ment több, mint az emberi test. Akár a fősubogó rendszer, vagy a lelki világban szebb felszabadult, az már szentektől meg kell kérdezni. Köszönjük. Köszönjük. Ez jó, tartalmas válasz volt. Még ugyanez a kérdező kicsit tovább megy, hogy az érdekli, hogy lehet, hogy ha lehet emlékezni, lehetséges emlékezni a múltbeli tapasztalásokra az előző életekből, akkor van egyfajta, hogy megvan írva a következő életekre is ez a történet, mint az előző életekre, és ez csak azzal lehet befolyásolni, hogy én rátérek a lelki útra, Isten szolgálom, tehát hogy mi változtathat ezen? Jó kérdések. Hogy hívják, ki kérdezi? Hát nem derül ki, mert ilyen kis jelszóval. Tarot alkímia. Igen. És nem írta alá a nevét, na nem baj. Nem. Lesz nekünk táborunk Horvátországban, júniusban. A karma lesz a téma. Ott A-tól Z-ig és annál tovább meg fogunk tanulni ezeket a mindenféle aspektusokat. De röviden válaszolva, hogy van meg, nagy vonalakban megvan a következő élet, amikor mi már meghalunk. Szóval nem úgy van, hogy én jövőt megálmodok, következő életemet, hanem megvan, hogy milyen tulajdonságokkal fogok rendelkezni, milyen vágyakkal fogok rendelkezni, és ez alapján meg lesz határozva, hogyha én ilyen tulajdonságok, ilyen vágyok, és olyan személy vagyok, akkor bizonyos helyzetben megvan határozva. Akkor ezek szerint így fogok dönteni, mert ez a természetem. Így megvan a jósul, vagy megvan írva, hogy mi lesz velünk. És ezt lehet korrigálni, befolyásolni. Szóval a karmában van egy ilyen része, ami jövőre tekintve, hogy rugalmas.
képlékeny, lehet korrigálni. Nem csak ilyen nagyon-nagyon merev. A nagyon merev ez a testünk, ez is egy karba, hogy kinézek. Én most nem tudok változtatni, hogy milyen legyen a szemnek a színe, hogyha nem, szóval nem a plasztikai valami beavatkozás. De úgy természetes módon nem tudok megváltoztatni a hosszúságomat, az emésztésemet, és így tovább. Ez karma. Hogy az új lényomatomat, ez egy karma. Ez merev. Ez már nem befolyásolható, hogyha nem fogok kiégetni az ujjaimon, de ez egy már beavatkozás. De viszont a döntések, a tulajdonságok, minden ez meg van határozva, de ez pont képlékeny rész, ez lehet korrigálni. És csak egy példát mondom, hogy lehet hogy történik ez az előre jóslás. Mondjuk egy gyereken is lehet látni, hogy ott lopott iskolába, ott lopott, így, és akkor szülő tudja, vagy a felnőttek, akik látnak, ismernek a gyereknek a természetét, hogy amikor lát valahol ott áll, és nincs mellette senki, akkor azonnal el kell vinnie, akkor tudnak, hogy jövő ez a börtön. Na most kezd ezzel, azzal, hogyha ér, és nem kap büntetés, akkor fog érezni, hogy hoppá, hoppá, én büntetetlen vagyok, akkor ennek nincs következménye, akkor egyre bátrabb lesz, végül el fog kerülni börtönbe. Ez itt ez egy tiszta jóslás. De lehet korrigálni, ugye, hogyha valamilyen oktatás, vagy valami, és akkor vagy megbüntetni, még korábban, megfelelően, normálisan, hogy értsen, hogy ez rossz, nem azért be kell büntetni, hogy fájjon, akkor lehet korrekció. Szóval ez a karma jövővel kapcsolatban. Akkor mi volt még, hogy mi nem emlékszünk a múlt életi karmára? Hát, hogy ez volt a kérdés, hogyha emlékezhetünk a múltbéli tapasztalásokra karmára, akkor miért nem tudjuk, hogy mi fog következni? Hát ezért. Igen, erre volt a válasz. Nem fekete-fehér, mert tudok, lehet korrigálni. Uh-huh. Igen. A testre az se tudjunk, de az jobban meg van határozva, hogy hogy fog működni a szívem, hogy egészségesen a májam lesz, vagy már úgy születek, hogy rossz a májam, akkor hogy kék lesz a szemem, vagy piros, akkor milyen a fiú vagy lány, ezek már mereven meg vannak határozva. De a többi események az... Így van, azt lehet korrigálni. Uh-huh. Jó? És ugye a kérdés ebben még az volt bent, hogy amit te is mondtál, hogy valami mereven meg van határozva, van, ami csak ilyen finoman, hogy ezt azzal lehet változtatni, ezt a mereven megszabott dolgokat, amit a karma ad, azzal lehet változtatni, hogyha én elindulok egyfajta lelki úton, lelkiség felé. Ugye ez volt a kérdésnek a második fele. Hogy ezzel tudom csak változtatni az odaadó szolgálattal, Isten hittel. Igen, Srimad Bhagavatamból nagyon jól sok helyen, hosszú-hosszú-hosszú, le van írva, érintve van a karma törvény, és a lényeg, hogy például, hogyha én csináltam rossz karmát, és utána gondolom, na akkor most csinálok jót. Most akkor kórházat nyitom, szegényeket etetek, mindenféle dolgokat csinálok, ami jó és ingyen, adok minden, akkor én most tisztítom a rossz karmát. Nem tisztítom. A törvény azt mondja, hogy a prajas csitával nem lehet semlegesíteni a rossz karmát. Hanem a rossz karmát csináltunk, annak van beidőzítve, mikor fog következtetni, utána csinálom jó karmát, annak lesz időzítve, és akkor csak sorba lesz, vagy vegyítve lesz, és akkor keverve kapok, vagy időszakokba kapok, például van olyan időszak, minden simán jó, olyan jó megy minden, hú, nagyon jó megy minden. És azt hiszem, gyerekbe vagyok. Igen, és most már mindig így lesz. Utána buf, ez sem megy, az sem rossz, még beteg is lettem, minden rossz, akkor jön a rossz periódus a karmának.
Vegyítve hogy lehet? Például egy életre lehet kapni vegyített karmát. Gazdag vagyok, de ez jó karmának az eredménye, gazdagság. Egészség, gazdagság, egészség, intelligensség, ez a, mikor valaki okos, intelligens, akkor ez is jó karma, szépség, ez is jó karma. És ennek a rossz karma, amikor szegény, beteg, csúnya, és hogy tovább. És ezért lehet kavarva, hogy mondjuk, szép vagyok, de beteg. Nagyon egészséges vagyok, nagyon szép vagyok, de nagyon szegény. Nagyon gazdag vagyok, de nagyon beteg és nagyon csúnya. Szóval így lehetne variálni vegyített karma dolgokkal. Így jön ki egy keverék. Így van. Igen. Köszönjük. Jó. Megnézzük a zoomot? Igen, nézzük meg, hogy hátha. Nézzünk a zoomot? Én valami miatt nem hallom a zoomot. Akkor hát mert sem, én mindig kikapcsolom. Ja, mert neked át kell kapcsolni ezt ide. Ó. És lehet, hogy ez is. Jó, akkor hogyha van. Ó, van. Kéz. Zoltán szeretne. Zoltán. Tartja a kezét. De jó. Tudja, hogy kéz. Köszönöm szépen. Nem szeretnék visszaélni a többi hallgatótársammal. Én ugye most másodszor kérdeznék, hogyha szabad, akkor felteszem. Persze, nyugodtan. A korábbi kérdésekhez is kapcsolódik, amit kérdeznék. Most például tündéhez, meg a saját korábbi kérdésemhez is, hogy ugye most a vaskorban vagyunk, aminek a végén, nem tudom, talán a 9. vagy a 10. avatár fog majd megjelenni Kalki, és ő tulajdonképpen lehet mondani, hogy levágja ezeket a gonoszokat, vagy erőket, ő vet neki véget. És ez a korszak, hogyha több leszületésen keresztül értelmezzük, akkor lehetőséget ad azoknak, akiket ezek az erők szenvedtetnek, hogy korábbi karmájukatnak a következményét elszenvedjék. Tehát ez a szenvedés, ez a szenvedtetés, ez egyensúlyban van a nagy terv szerint, mert nem tudnánk korábbi rossz, vagy bűnös, vagy ártó cselekedeteinknek a következményeként megélni ezt a szenvedést, hogyha nem lenne az, aki elszenvedteti velünk, akár mondjuk egy bármilyen sötét hatalom. És ugye az írásokban Arjuna személyesen kapott útmutatást, amikor a csatamezőn megjelent neki a csüggedésekor Krishna, és azt mondta, hogy ez a feladatod, hogy állj ki a nemzetséged élén, és vágd le az ellenfeleidet. És én nagyon sokat gondolkozok ezen a mostani korszakban, amikkel találkozok, meg szembesülök, hogy próbálok ehhez segítséget keresni. Az egyik, amit így magam feje után gondoltam, az Lila Sukadásznak, az a könyvét sikerült antikvár kiadásban megszereznem, az önfejlesztés lehetőségeit, hogy feladatom-e nekem ebben a leszületésemben azt, hogy szembeszálljak ezekkel az erőkkel, például az olyan megfontásban, hogy más szenvedő lelkeknek a szenvedését enyhítsem, hogyha ebbe szembeszállok, vagy nem teremtek újabb karmacsirákat magamnak, hogy amikor az ember felveszi a küzdelmet egy ilyen erővel, hogy mi mutathat nekünk iránymutatást, ugye mi nekünk a segítséget, a ti közösségetek, vagy a tanítások, amit közvetítettek, vagy baktipád válaszai által érhetünk, de például segíthet-e a védikus asztrológia, vagy hol találhat ebbehez az ember kapaszkodott, vagy útmutatást, hogy rájöjjön erre, hogy azért méri rám a jelenlegi életem ezeket a szenvedéseket, mert egy korábbinak a következménye, vagy azért, mert tegyük fel, valaki harcosnak született, vagy nem papnak, vagy tanítónak, hanem az a karmája, hogy most szembeszálljon ebbe az életbe ezekkel az erőkkel. Nem tudom, mennyire volt érthető ez a hosszú gondolat.
Jó, köszönjük szépen, majd mindjárt válaszból megértjünk, hogy értettem-e ilyen kérdést. Hát kezdjünk a könnyebb részről, hogyha harcolni akarunk, akkor ezt csak úgy harcolhatunk, ami a állam törvényele egyezik. Ez az első, ami legfontosabb. De, hogy úgy akarok megvédeni, hogy a gonoszokat, nem tudom mit csinálni velük, megbüntetni valami, akkor ez, hogyha állami törvény ezt felhatalmaz, mint a rendőrség, ők fel vannak hatalmazva, hogy a tolvajokat, a gyilkosokat megbüntessenek, és így védenek szenvedéstől a állampolgárokat. De ez nem segítség. Ez is kell csinálni, az biztos, másképp nagyon, nagyon elterjedne a szenvedés. Viszont, hogyha akarunk igazi segítség, ami hosszú távon és megszüntetne az okát a szenvedésnek, akkor kell terjeszteni lelki tudást. Mert akár a gonosz ember megérti, hogy mi először, hogy ő karmát csinál, és mit fog kapni ő ettől, hogy meg lehet kérdezni, hogy vállalja-e. Ez meg lehet, hogy gonosz mondjuk a börtönt is el tud kerülni, ezeket a törvényeket ki lehet játszani, gondolok sokan ki is játszanak, de Isten törvényt, a karma törvényt nem lehet kijátszani. Itt biztos, hogy ott nincs hiba ebben a rendszerben, szóval tökéletes a rendszer. Ezért, hogyha mi ezt a lelki tudást terjesztjünk, akár aki szenvedésben részesül, megkapja a tudást, akkor már is nem fog annyit szenvedni, mert érti, hogy miért kaptam, mit kell csinálni, hogy ne szenvedjek tovább, és nem vagyok ez a test, és akkor sok-sok ilyen lelki tudást az igazából megszünteti embereknek a szenvedését, és sok gonosz ember meg tud változni a saját életét, hogyha kapja a tudást, hogy nem mindenki, mert ahogy mondtam, hogy a bűnös cselekvés tompítja a tudatot, és ember nem érzékeny, nem fogékony, nincsen ez a funkció, hogy a lelki tudást befogadjon és meg tudja emészteni. Nincs. Van olyanok és gonosz emberek, akkor ezekre vannak a rendőrök. De még egyszer a misszió, én is ezt csinálom. Én nem azért tartok mondjuk most is egy előadást, mert produkálom magamat, és most nem tudom, kell nekem valami követők, vagy valami, engem ez egyáltalán nem érdekel, hanem én szeretnék segíteni, hogy minél több ember megszabaduljon a szenvedéstől. És nagyon sok visszajelzést kapok, hogy valakinek valaki haldokló, de kapta ezt a tudást, és úgy tudta túlélni ezt a nehéz pillanatot, amikor rokonok, gyerekek meghalták. Vagy valaki már annyira kész volt a szenvedéstől, már teljesen kilátástalan volt az élete, akkor egy ilyen ember írja, hogy pont jókor jöttek ezek az előadások, ezt a tudás, és akkor így kimászott a gödörből, a szenvedésnek a gödöréből. Ez működik, ez lehet csinálni. De fontos, hogy ez akkor működik, hogyha nem spekulatív tudást adunk, hanem hiteles. Mert amit én mesélek, én semmit nem találok ki, mert akkor már attól a pillanatból, amit én mondom, az már nem hiteles az én szavaim lennének, hanem én csak ismételem ezt a tudást, ami lelki tanítómestertől, Istentől származik, mert az hibátlan az a tudás, az fog működni, és akkor hitelesek a szavak,
hogyha én nem adok hozzá semmit, saját változás, spekulációt, nem változtatok, nem veszem el, hanem úgy, ahogy van, akkor fog működni. És akkor itt tudjunk segíteni másoknak, igazán. Oké. Akkor visszamegyünk Zoomra még? Nézzük, és utána még tudjuk. Akkor visszakapcsoljunk itt a Zoomot, most mi tudjunk hallani, hogyha valaki szeretne. Úgy tűnik, hogy... Köszönöm szépen a választ. Köszönjük a jó kérdést. Jó, most nincs, úgy nézem, nem akarnak a Zoomon kérdezni. Oké, akkor mehetünk vissza. Folytatjuk a... Folytatjunk itt. A távból feltett kérdések. A következő kérdés, egy kérdezőnk azt szeretné megtudni, arra egy megoldást, hogy a változókor nagyon kihozza belőlem a düh állapotát. Megfigyelte, hogy mindig ugyanaz a dolog robbantja ki, és ilyen szinte ismétlődő időkben, tehát hogy így ismétlődik mindig. Hogy mit lehet tenni? A düh, ez a mi ellenségünk. És gyere, pillanat, meg itt hol van kamera, melyik hol? Ez. Megvan. A düh, az irítség, a kéj, örület, ezek a mi ellenségeink, és nekünk akkor tud változtatni, mert csak úgy fogni és visszatartani, az nem fogunk tudni, mert düh nagyon erős, ahogy látunk itt, kontrollálatlan kezd lenni. De hogyha mi tanuljunk róla, hogy hogyan működik a düh, egyik szempontból, hogy hogyan működik a düh, azt mindjárt elmondom. Másik szempontból, hogy kikkel szembe vagyok dühös, hogy megértem, akkor azt is meg tudja nekem segíteni, változtatni a viselkedésemet. Mert hogyha nekem hibás szemléletem van, úgy mondjuk most divatos nyelven, hogy paradigmám hibás, akkor ez egyféle viselkedést kihozza belőlem. Hogy változik a paradigmám, a szemlélet a világról, akkor változik a viselkedésem is. Ez az egy, és utána a düh, elmondom, hogy működik. És hogy ezt ismerünk, akkor tudatosabban tudjunk hozzáállni, és könnyebb lesz kontrollálni. Hogyha mi hamis paradigmánk, hamis szemléletünk, ez azt jelenti, hogy nekem van igazam, nekem valaki rosszot tesz, ő mit képzel magának, hogy ilyeneket nekem szólt, vagy hogy néz ki meg, és idegesít engem, ez egy rossz paradigmám, hogy én vagyok a központ. Akkor, hogyha valaki egy kicsit ellentesz nekem az én központoságom, na, az dühbe gurulok. De hogyha én megváltoztatom, tanulom, ez nem egy pillanat alatt, hanem kell tanulmányozni, hogy akkor hogy működik a világ, kik a lelkek, kik ezek, akire dühös vagyok. Ők kik csodák. Hogy ezt a szemléletet meg tudok változtatni, ez az első feladat a dühös embernek. Hogy ez nem kor, nem korral járó, nem korral járó. Fiatalok is tudnak dühösök lenni, nem csak aki korral változik a kóra. De hogyha én tanulok, kezdek tanulni, hogy kik vannak velem szembe, és helyes, hiteles forrásokból megváltoztatja az én paradigmámat, szemléleti képemet, akkor automatikusan megváltozik a viselkedésem. Erre mesélem példát a Covey-ról. Stephen Covey, aki pont ő is ugyanezt mondja, és képzeljétek el, ezt mondja a védikus szentírás, és Covey is, nem tudom, mert olvasta a szentírásokon, de mondja, ami egyezik. És erre mondja a történetét az ő életéből.
amikor felszállt egy buszra, vagy villamosra, és egyik megállóban felszállták egy apuka gyerekekkel. Ezek a gyerekek, amikor elindult a villamos, nagyon hangosak voltak és zavaróak, ott visították, hangoskodták, türelmetlenül ott viselkedték, magyarul zavarták mindenkit, aki ott volt. A Kovi gondolkodott, hát most szólok, mert először így neki érett belőle a vágy, késztetés, hogy szóljak már, és gondolta, hogy, és látta mindenki, aki körülötte volt, körülbelül ugyanúgy gondolkodik, elégedetlenkedik, hogy mi ez a dolog, itt van az apja, hát nem, nem az ő dolga az apjának gyerekeket a kordába tartani, fegyelmezni, meg, és ő teljesen egyáltalán nem foglalkozik velük, és ezt az arcokon lehetett olvasni. Végül gondolta Kovi, akkor most képviselem a népet, megyek. Oda jött, megközelítette az apukájukat, és akkor elmondta, hogy nem kellene esetleg szólni gyerekeknek. És akkor a férfi mondta, most kórházban jövök, másfél órával ezelőtt meghalt a feleségem, és ő ezeknek a gyerekeknek volt az anyukája. Mit mondjam nekik most? Más szemszögből kezdte látni a képet a Kovi. Már nem idegesítettek a gyerekek, hanem az a késztetés érezte, az ellentétes visek, hogy hogyan tudjuk segíteni. Értitek? Mennyire fontos. Csak, hogyha csak úgy ülsz és kontrollálsz dühet, az ki fog robbanni és úgy elsodorja, mint a cunami. Lehetetlen dühöt legyőzni. Nem lehet. Nincs ilyen. Ki fog robbanni, hogyha egy hetet tartok, akkor lehet csak gyűlik, utána kirobban egy annál durvább. De hogyha dolgozom magammal, és kapok helyes képet a világról, akkor természetesen megváltozik. A másik a dühhel mi a probléma, amit ki is van emelve a düh a Bhagavad Gita-ba, a második fejezetben, 63. versben, azt mondja, amikor már felébredt a düh az emberbe, akkor ő kettő dolgot csinál. Kikapcsol az emlékezetet, és kikapcsol az intelligenciát. Ezért nekünk kell ezt is tanulni. Már amikor dühbe begurultam, már nem tudom, mit csinálok. Ott már semmi intelligencia, semmi realitása nincsen, akkor is a racionalitása nincsen benne. Ezért nagyon veszélyes. És ha valaki ezt tud, akkor meg kell tudni, mikor fog, mielőtt jön a düh, akkor mit csináljak. Mert tudni kell, hogy mindjárt beengedem a dühöt, akkor elszalad aló. Akkor vége. Akkor már nem tudok. Ezért sokszor teljesen normális, jó emberek megölnek a rokonokat, férfeleségét, csak a pillanatnyi düh miatt. Mert mikor düh elönti az agyát, mondjuk így, akkor ő csak egyet lát, nekem igazam kell, hogy legyen. És megölöm. És amikor magához tért, akkor mondja, nem tudom, nem én voltam, én sose csinálnék, valami rám jött valami erő, ami csak így, és ezt megcsinálta. És utána sajnálja, de már nem lehet visszacsinálni. A düh ez olyan. Ezért tudás nagyon fontos, látjátok. Egyik szempontból tudás a szemlélet világról, a dühről, mi a természete, hogy, és ezzel csak a dühet szülök. Hogyha én valakire dühös vagyok, akkor azt adok neki ezt a negatív energiát, és tudjátok, hogyha valakire dühös vagyok, akkor ők tőle elérni valamit változtassa, nem fog tudni, mert elvittem tőle az erőt. Dühös erőtnek tüzet adtam neki, és az helyett, hogy ő megfelel, megváltozon, vagy megváltozik, mert áldozatnak fog esni, és ez nem egy pozitív élmény lesz neki, nem egy egészséges változás, és ezért
megváltozik, mert elnyomtunk. Ez egy benne egy rossz következményt fog szűrni, és utána mi visszahatást fogunk kapni ezért. Vagy ő is dühös lesz, dühdühre. Szóval ez egy ilyen nagyon veszélyes természet. Ezért első lépés ezt tanulni. Tanulmányozni, mi az a düh, akkor változtatni kell a szemléletet, a paradigmát, akkor fogunk tudni kontrollálni a dühöt. Ez fontos. Aztán, ez nem jelenti, hogy ilyen szentimentális, nem, mert mondjuk, hogyha van gyerekünk, akkor lehet mérges lenni. Nem dühös, mérges lenne a gyerekre, csak azért, hogy az ő javára, hogy nem érti, és akkor meg kell, hogy átmenjen neki az információt, mi az, ami, hogy ez nagyon rossz, amit csinál, vagy valami, akkor lehet, hogy mi szokták mondani, nyomatékosan jelezni, mutatni a mérgességet, dühöt, de ez egy szeretet irányító düh, ez egyáltalán nem igazi ez a düh, hanem csak segítség eszközként van használva. Az oké. Okay. De ez olyan, ami egy pillanat alatt elmúlik. Igazi düh, amikor ember remeg, attól is nem tud megnyugodni utána. Jó, röviden próbáltam. Köszönjük. Nem lettünk dühösek a választól. Egy kicsit ide kapcsolódik, de talán bővebben kérdez rá erre a témakörre. Eszti és Csabi írtak egy-két kérdést, hogy ha van zavaró ember az életemben, de nem tudom vele megszüntetni a kapcsolatot, és állandóan panaszkodik, másokat szíd, irányít, hogy mi az a módszer, amivel függetlenné tudom tenni magam ettől, tehát hogy ne gyakoroljon rám hatást. Ugye nem csak a düh, hanem hogy mindenféle dolog. Nem olyan könnyű, természetesen. Az első, ez a távolságtartás. Ez könnyű. Könnyebb egy kicsit. Hogyha tudjunk, akkor csak távol tartsunk magunkat, nem menjünk közel hozzá. Ez jobb, az a legjobb először. Másik, hogy próbálni gondolni, nem próbálni, hanem igyekezni, megérteni, hogy én tettem valamit másokkal, ilyet, én most kapok vissza. És imádkozni érte, aki velem ezt csinál. Kedves Uram, én tudom, hogy ő nem hibás most, hogy ezt csinál velem, hanem ő csak egy eszköz a visszahatásomba, és ezért én érte imádkozok, hogy ő legyen boldog. Nem, hogy én gondolom, hanem ő csak legyen boldog. Én ezt kérem. És add nekem, kedves Uram, erőt, menedéket, hogy nem legyek hatás alá, amit ő csinál, hanem, és ne befolyásoljon engem, szeretnék kérni ezt az erőt. Ezeket tudok így mondani. Vagy még egy dolog, valamikor valamilyen tanítás, és kell kérdezni, vagy ha mi nem tudjunk rájönni, akkor kérdezünk, kedves Uram, mi a tanítás ebbe? Mert valamikor valamit meg kell változtatnom. Vagy másik variáció, ami legfontosabb, azt is, igazából az lenne az első, amit most mondom. Önvizsgálatot csinálni, mert lehet, hogy valamilyen viselkedésemmel kihúzom belőle ezt a dolgot, hogy ő így velem viselkedik. Csak nem vagyok én róla tudatos, és ezért nagyon jó, hogyha én csinálok egy önvizsgálatomat, próbálok magamat kívülről megnézni, és hogyha ezt az egy dolgot megszüntetem, mert lehet, hogy tudod, ez az ember nem tud ezt kifejezni, kimondani, hogy mi az, ami őt belőle ébreszt felénk ezt a viselkedést, de hogyha én rájövök, és változtatok, akkor megszűnik. Mert én vagyok az ok.
én kapcsolom, megnyomom nála a gombot, hogy így vele viselkedjen. Szóval lehet így. Ez az első, az meg kell nézni, hogyha nincsen ezt, akkor lehet következő menni. Valamikor meg lehet ülni, és meg lehet beszélni. Szóval itt azért, itt többféle variáció lehet. Le lehet ülni, ez is egy civilizált dolog, ez egy normális, és akkor leülni, és megkérdezni, hogy hogy vagy, és akkor megkérdezni először, hogy mi az, ami bennem van, ami téged mondjuk bánt, lehet, hogy én nem vettem észre, és akkor lehet, hogy mondja nem, akkor meg lehet mondani, jó, én pedig nézd, én ezeket és ezeket, mikor csinálsz, akkor ez így, ezeket és ezeket megélek dolgokat, hogy esetleg lehetne, tudok-e neked segíteni, vagy hogy tudjunk, hogy ezt nem így legyen. Szóval az valamikor, hogyha ő is érett, mi is éretek kell, hogy legyünk, akkor ezt meg tudjunk beszélni. Akkor vagy megmondja, igen, mert ezt csinálod velem, meg azt csinálod velem, és mint tényleg nem veszünk észre, legyünk alázatosok, és nyitottak arra, hogy valamit csinálunk, amit mások máshogyan élnek meg. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy én egy dolgot akarok, de teljesen ellentétesként megélnek. Akkor ezt megbeszéljünk velem. Akkor megmondja, ó, igen, igen, akkor jó, rendben, rendben. Vagy valamikor múltba csináltunk, és akkor ő múltba valamit csináltunk vele pár éve, és ezt őt beprogramoztam, akkor velem így viselkedni. Akkor, hogyha megkérünk bocsánatot, és kifejezünk, hogy már ez nincsen, meg én teljesen megváltozott minden, akkor segítünk neki ezt feldolgozni, akkor lehet, hogy akkor is megszűnik. Szóval látjátok, hogy megint nem egy mondattal erre tudok válaszolni, hanem különböző ok lehet. De általában, vagy sokszor van, amikor a mi karmánk múlt életből, mi a múlt életben így valahogy viselkedünk másokkal, akkor most az a karma az nem marad meg, vagy a nem tűnt el, hanem ebben az életben megszülettem, és én bennem van, mint egy adó, keres, mert nekem meg kell kapni vissza ezeket a dolgokat. És ő, mikor mi emberekkel kommunikáljunk, közelebb kerülünk, mondjuk, hogy az aura térbe egymással, akkor nekünk van finom szinten kommunikációnk. Mindjárt fogok egy példát mondani. És az én karmám keres egy eszközt, hogy ki az, aki vissza fog nekem adni azokat a kényelmetlen dolgokat, vagy kellemes dolgokat, hogyha én jól csináltam, és amikor egy ilyen ember, aki ezzel a hajlammal rendelkezik, hogy gonosz legyen, vagy egy kicsit így megfúrjan valakit, vagy fordítva nagyon jó ember, ami benne van ez a hajlam, ez a program, ez a karma, nekem karma vevő, amikor mi találkozunk, akkor a finom szinten aktiválódik benne ez a program, és ő elkezd velem bizonyos módon viselkedni, pozitívan vagy negatívan. Ő csak egy eszköz. Ezért, hogyha ezt egy is lehet ezt látni, akkor mit kell itt csinálni? Hogyha mi elkezdjünk őt szidni, és keményebben, akkor mert ő neki ez a karma, hogy ő ezt csináljon. Ha elkezdjük negatívak lenni ezután, akkor jobban elnyomjunk, és nem tud változtatni. Hogy elkezdjünk próbálni kedves lenni hozzá, ennek ellenére vinni ajándékot, főzni, sütni neki, adni sütit. Hogyha még szent sütit adunk, felszentelik, az még erősebben enyheti a karmát, imádkozunk érte, akkor lemegy ez a súly, ami elnyomja őt, és akkor ő kicsit így, hogy mondjunk, megnyílik, és könnyebb lesz változtatni, fog kapni szabad akarat erőt, hogy ő is változtasson magán, és a kapcsolat felé változtasson. Ez is lehet. Akkor az is lehet, hogy valamit meg kell tanulnom, valamikor meg kell tanulni nemet mondani, vagy igent. Sok lehet. Sok, amit lehet megoldás erre. Uh-huh. Megnézzük a zoomot? Nézzük meg, hát, hogyha kérdeznek valamit. Nézzük meg a zoomot.
bekapcsoljunk a hangot, és így. Szeretnétek kérdezni? Ott a Tündinek van kész felemelve? Igen, Tündinek ott van a keze. Csak akkor mikrofont kapcsolja be Tünde. Most már bekapcsolta. Szuper. Igen, bekapcsoltam. Azt szeretném kérdezni, hogy miért marad itt az a sok lélek, aki elhagyja a testét? Köszönöm. Hol marad? Itt. Tehát, hogy itt köztünk. Ja. Itt a földön. Jó. Oké. Okay. Hát a vágyak szerint ez a világ, ahol mi most vagyunk, nem más, mint a vágy teljesítő hely, és nekik nincsen vágyuk máshova menni. Hát, hogyha te gondolsz, hogy ebben anyagi világban maradnak, miért? Hát, mert nincs más vágyuk. Ők csak azt gondolják, hogy itt akarnak függetlenül Istentől, Isten akarok lenni, akkor itt fog maradni, nem mehet tovább. De itt már, hogy pont hova kerül, az már karma törvény fog meghatározni, hogy emberi test, állati test, és így tovább. Szóval ez. De amikor valakiben felébred lelkivágy, mert szentekkel társult, mert ez csak úgy lelkivágy nem ébred, valami halvány először, de igazi lelkivágy, utcahániscsaját dhájáját, vagy a lobhamájai, ez a erős lelkivágy a szentek társulásából ébred, akkor kikerülnek ebből a világból. A lelki világba. Jó? Köszönjük. Okay. Megnézzük, ha valaki akar még zoomon kérdezni. Hagyjuk. És akkor nézzünk a hangot vissza. Kérdezni. Ki van kapcsolva a mikrofonok? Mindenki kikapcsolódott. Uh-huh. Nézzük, hogy hányan vagyunk itt a Zoom-on. Heten. Még vannak a másik felé. Igen, lehet, hogy úgy csináljunk, hogy hoppá. Aha. Oké. Jó. A rendben, akkor visszajövünk ide. Uh-huh. Van még idő egy-két kérdésre? 7:30? Na, még egy pár kérdés. Jó. Szintén még Eszti és Csaba kérdezi. Volt egy hasonló kérdés, úgyhogy erre most így egy, hogyan szokták, hogy két legyet ütöttünk egy csapásra. Uh-huh. Van egy érdekes kérdés, ők ezek szerint sűrűn nézik a előadásaidat. Azt kérdezik, hogy mi az a piros zsinóra jobb csuklódon, hogy van valami célja, vagy csak dísz? Védikus rendszerbe, lelki dolgokba csak díszeket nem nagyon szoktunk használni, hanem vannak jelentősége, ez egy zsinór, ami, itt lehet látni, meg van szentelve az oltáron, Krisna völgybe, és jobb csuklón hordjunk, az tisztítja mindig a tudatot karmától. Ugyanúgy, mint ez, meg ez se csak egy dísz. Jó néz ki, ez is szép. De ez is ugyanúgy oltáról pavitra, ez a neve, tiszta, tisztító pavitra, tiszta, lelki szinten. Ez is tisztít. Szóval ez, meg ez minden lelki felszentelés után lelki energiával rendelkezik, és kedvező fejlődéshez. Köszönjük. Egy másik érdekes kérdés, hogyha fáj valamin, hogyan tudom az elmémet arra irányítani, hogy a fájdalom megszűnjön? Hogy tudom elterelni a figyelmemet, az elmémnek a figyelmét? Elmegyek orvoshoz. Az, hogy ne figyeljünk, amikor valami fáj, ez egy nagyon magas szint. Ez a jogiknak van egy ilyen szint, hogy pratyahára. A pratyahára, ez azt jelenti, hogy elvonni
tudatod a testnek a érzékszervektől, vagy szervektől, bárhonnan. És ők képesek arra, hogy nyitva van a szem, de nem lát semmit. Akkor jönnek az illatok, nem érzi illatokat, vagy vágják a testét, nem érez. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas szint, és először ahhoz, hogy erre elérjenek, akkor nekik is meg kell gyógyulni mindentől, másképp nem tudnak ezt a szintre kerülni, mert a fájdalom mindig tudatot megzavarja. De lenni Krisna tudatos fájdalom mellett, az egy másik. Hogy mikor van fájdalom, és meditálni, hogy én nem vagyok ez a test, én egy lélek vagyok, Istennek a szolgája, az egy más. Akkor is fogok érezni, de mikor nem az a, mert jogik mit csinálnak? Még egy kicsit megmutatom különbségek között. A jogi, szóval úgy működik, hogy a testünk, itt a lélek, és akkor a lélek kiterjeszti a tudatot az egész szervezetbe, egész testbe, minden sejtbe, ott van a tudatunk, mint a nap. A nap, mikor egy helyen látszik, akkor a világosságot elterjeszti egész univerzumba. Ugyanúgy a tudatod kisugározza egész testünkbe. Ezért érzünk. Amikor itt bárhol érintjünk, én érzek, miért? Mert ott a tudat is. És a jogi, ez a pratyahára, ez azt jelenti, hogy elvonom a tudatot ide, vagy ide, egy helyre, és mivel már nincs tudat a testbe, akkor nem érzem. Mi ezt néha tudjunk csinálni, de nem tudatosan. Például nagyon jól lehet látni, mikor valaki eszik. Amikor valaki eszik, és nem figyelt oda, mit evett, akkor hogyha megkérdezel, hogy milyen volt, ízű, akkor jó finom volt, de nem tud mondani a részleteket, nem érez, nem érzi, mert nem volt ott a tudata. És csak próbáljátok meg enni tudatosan, sokkal több ízet fogtok érezni. Azért mondjuk az ajurvéda is azt mondja, én enni úgy kell, hogy érezd minden ízet, mert akkor jó fog működni az emésztést. Hogyha te közben újságot olvasol, vagy valami más csinálsz, és eszel, akkor nem leszel egészséges, mert szervezet, mert ízeknek az érzése befolyásolja a kapcsolatot az emésztéssel. Szóval a jogik akkor ezt a mesterséges dolgot csinálnak, hogy elvonják a tudatot egy helyre, vagy ide, és azért nem éreznek. De ez a nagyon-nagyon nehéz és drasztikus, de a Krishna tudat, bhakti yoga nem arra tanítja, hogy ilyen mesterséges, nekünk Kali Yugás, vagy ebbe korszakban így nyugati embereknek ez lehetetlen, mi nem tudjuk, mert ez nagyon-nagyon erős tudat kell, nagyon összpontosított tudat kell, hogy legyen, hogy ezt megcsináljuk. Viszont lelki életet gyakorolni, megtanulni fájdalom mellett, na ez az igazi művészet, mert ez természetes, és utána fogunk érezni, hogy van valami, de nem zavar. Ez a normális. Ez, amit meg lehet csinálni, és ez bárki tudja. Kell gyakorolni, de így a helyes. Ebbe a korba, és többség embernek ez, ami sikerülne. A másik, az elvonni a tudatot, nem fog sikerülni. Köszönjük. Nekem egy kérdés eszembe jutott, miközben hallgattalak itt a tudatos étkezésnél, hogy akkor ezt lehet azt mondani, általánosítani, hogy az egész életünkben, amik folynak körülöttünk, amit csinálunk, hogy kell egyfajta tudatosság, hogy mi arra tudjunk figyelni? Tehát ez jelenti az, hogy tudatosnak lenni, hogy csak arra koncentrálunk, amit végzünk? Mert akkor más élményt tudunk kiszedni belőle? És, de Bhagavad Gita-ban második fejezetben azt mondja, az a tudatos élet, ez azt jelenti buddhi yoga, hogy tudás. Szóval tudatosan élni nem csak, hogy figyelek, mi történik, hanem én alkalmazok tudatosan a tudást az életemben. Szóval én úgy élek, úgy cselekszek,
a tudás alapján, hogy megvan, hogy ez szabad csinálni, ez nem szabad csinálni, ez így csinálni, ez úgy csinálja. És ez a tudatos. Amikor én alkalmazok helyes Isten törvényeit az életemben. Nem csak figyelek. Tehát ez az igazi tudatos. Állat is figyel. A sas, mikor repül, nagyon tudatos, hogy hol van az egér, mi van. Ez egy nagyon tudatos. Másképp éhen hal. Tigris is, mikor megy vadászni, nagyon kell tudatos legyen, másképp nem fog elkapni a nyulat, vagy az antilopát. Szóval csak úgy figyelni, mi velem történik, az degradálni is lehet állati formába. De tudatos embernek ez buddhi jóga. Ez azt jelenti cselekvés, a tudás alapján is alkalmazok tudatosan tudást. Ez a tudatos. Ezért van tudatos életmód, amit nálunk van a Facebookon, ez erről szólt. Jó, köszönjük. Oké. Jöjjön még kérdés? Mennyi az idő? Hát, na, még utolsó. Egy utolsó kérdés. Gyorsan kiválasztunk egyet. Ahogy így a tudatosság után, hogy milyen gyakorlatokat ajánlanál olyas valakinek, akit már nem köt le ez a mostani társadalmunk, hogy a családja és a munka miatt össze van szövődve az élete ezzel az anyagi világgal, hogy mi az, ami, mit ajánlanál, hogy mi legyen a kezdet és mi legyen a folyamat? Ez nagyon jó kérdés, nagyon fontos kérdés. Gyakorlatot. Gyakorlat, ez megkapni tudás, ez az első. Hogy mi az élet, mit kell csinálni, miért kell csinálni, mint mondjuk most, nekünk van, pont erre a gyakorlat, van minden csütörtökön, Zoomon, a Bakta program ez a neve, ahol pont tanulunk, mit kell gyakorlatilag, miért kell, ehhez megint kell egy, ahhoz, hogy gyakorlat működjön, ahhoz kell egy szemlélet megint. És akkor mi ott nézünk, hogy van, úgy, ahogy van a világod, anyagi, emberi élet, és minden, nagyon sok tudás kell, nagyon fontos tudás, és a következő lépés gyakorlat, ez megkeresni ezt a hiteles forrást, aki segítségével én tudok így lépni tovább, mert csak úgy most mondani gyakorlat, akkor mantrázál reggel. Az jó. De sokkal jobb, hogyha mi keresünk egy társulást, ahol vezetést kapunk, lelki vezetést, akkor igazán ez a következő gyakorlat lenne. Ez a legfontosabb. Köszönjük ezt a tudbaigazítást, és akkor mondhatjuk, hogy ez volt az utolsó? Van még? Hát még van egy pár kérdés. Mennyi van? Majd lehet, hogy megválaszoljunk, hogy ne maradjon. Hát egy 4-5 kérdés. Na, van. Nézzük meg. Nézzük meg. Ha sok nehézségen megyek keresztül ebben az életben, akkor letudom a rossz karmáimat? Ez már... Meg tudom egy részt. Egy részt, nem mindegyiket. Mert van a vágyóink, ez is karma, és van rossz vágyok, attól nem tisztulunk a vágyoktól. Szóval valamilyen részt leadjunk, de sokkal több kell, szóval megint tudatosság, tudás, hiteles dolgok, hiteles tudás kell, hogy minden karmát letisztítsam. Amúgy ez csak egy részt. Jó? Ja, köszönjük. Egy érdekes kérdés. Miért van az, hogy sokszor nyitottabbak a nők a spiritualitásra, mint a férfiak? Jó kérdés. Hát miért van? Hát változik sajnos most a... Mert régen férfiak mindegyik missziót kapta az életébe.
és ez a misszió, ez mindig élesen tartott az intelligenciát, és azért ők nagyon, akkor ők sok jobban érdeklődtek. De most mivel férfiaknak, mert úgy működik a férfi, hogy vagy intelligencia működik, akkor keresi lelki, racionális lelki dolgokat, vagy érzelmileg. A nőknek egyszerre kettő működik. Szóval, hogyha csak nézitek, ezt fogtok látni. Most én, amit mondom, az azon a párhuzamban csináljátok, amit látjátok körülött a világban, és fogtok látni, hogy ez így van. Mivel most a világban hangsúlyoz van az érzéki elégítés, élvezd szét magad, ezért a férfiaknak, hogyha korlátlan csak élvezd és használ, akkor intelligencia ki van kapcsolva. Ő csak élvezni akar. Nézzétek, hogy hány nőnek nincs férje, és ugyanúgy vannak fiúk, akik nincsenek feleségük, de a nő szeretne férjét, de fiú nem akarja vállalni felelősséget, ő csak ki akarja használni a nőket. Ő szeret nők társaságát, hogy csak visszaéljen, kihasználja nőket, és így tovább. Miért? Mert intelligencia nincs bekapcsolva. Mert csak érzelmi, és amikor ki van kapcsolva, és csak érzelmi rész aktív, akkor lelki spiritualitás az neki akadály lesz az érzelmeknek, az érzéki elégítésnek. De a nőknek, ha bár most nagyon nyomás van az, a társadalomban élvezd, de a nőknek nem lehet kikapcsolni intelligenciát, az a jó dolog. És ezért, mivel nincs kikapcsolva végig, azért ennek a sok érzelmi minden dolgok miatt még mindig működik intelligencia, és ezt adja azt a lehetőséget keresni lelki útokat. De amikor férfinek ki van kapcsolva, akkor nincs ez a funkció. Értitek, hogy lelki fogékony legyek? Ez a probléma. Ezért nagyon fontos, hogy társadalomban legyenek morális erkölcsi elvek, tanítva, oktatva a férfiakat, kell gyerekkortól tanítani önfegyelmezetre. Mert önfegyelmezet, ez nem azt jelenti, hogy korlátozva szabad akarat, ez nem szabad, az nem szabad, hanem ez bekapcsolja intelligenciát. Mert ki szenved most, hogy férfinak ki van kapcsolva intelligencia? A nők szenvednek, őket ki akarnak használni, férjükhez, feleségül nem akarják őket venni, és így tovább, és így tovább. Szenvednek a nők? És a gyerekek. Ezért fontos olyan társadalmat építeni, hogy férfiaknak legyen bekapcsolva. Mert akkor ők tudnak védeni a nőket, gondoskodni rájuk, mert most jobban gondoskodnak nők a férfiakra, mint a férfiak a nőkre, mert nincs kikapcsolva intelligenciájuk. Szóval, de bekapcsolni intelligencia az a oktatás és fegyelmezés. Ez a kettő, ami egymás kell. Tudás, miért kell fegyelmezni, hogyan kell, ez a tudás, és gyakorlat, akkor férfiaknak bekapcsolják, és akkor nyitottság fog nőni. De amikor ki van kapcsolva, akkor nincs opció, nincs gomb. Lelki gomb nincs férfiaknak. Ez a válaszom. Megyünk tovább. Ez nagyon érdekes, amit mondtál. A következő kérdés, hogy tudja valaki kideríteni, hogy mi a természete? Mi van akkor, hogyha amit végez munkát, az nem passzol a természetéhez? Gondolkodok, hogy röviden, hogy legyen. Sokszor nekünk keveredt a természetünk. Néha ez jó, passzol hozzám, utána az passzol hozzám. Szóval, hogy akkor lehet, hogy meg kell nézni, mi az, ami dominant bennem. Mert táncolni is szeretek, de logisztikát is szeretek. De akkor meg kell nézni, mi a dominanta. Hogyha mondjuk táncol a domináns, akkor többet táncolja, kevesebb logisztikázok. Hogyha logisztikás a dominant, akkor az legyen a nagy hangsúlyba és a másik kiegészítőként. Vagy kikapcsolódott. A táncolás szeretem,
de ezt kikapcsolódáskor lehet használni, amikor nagyon logisztikázok, néha sok van, sok belőle, ez az én természetem, de néha azért sok, akkor egy kicsit megyek táncolni, kikapcsolódok. Aztán ugyanakkor lehet asztrológiát megnézni, hogy asztrológia ott meg tud mondani, kicsit segíteni, hogy inkább milyen javasolt, amit csináljunk. De az, amiben én boldog lennék, és minél több hosszú távon csinálnék, az az én természetem. Igaz, egy rövid, egyszerű válasz. És ami úgy hosszú távon kielégít engem, örömet szerez. Igen, örömet szerezek, boldog vagyok ettől, amit csinálok, akkor ez az én természetem. De csak van olyan, mikor a körülmény nem engedi. Ez például lehet, hogy én jó vezető lennék, de nem tudok, mert nem, a karma nem engedi, hanem csak gyárba dolgozok. Akkor csak gyárba dolgozok, de természetem nem az. Igen, lesz fájdalom, de hát ez a körülmény. Vagy sokszor kötelességből kell végeznem olyan dolgot, ami lehet, hogy nem a természetem. Nem éppen, igen. Családot el kell tartani például a gyárban. Hát, családot eltartani, ez kell. Ez mindenkinek kell. Hát ez, az más, ez nem most a természet, nem természet. Ez egy felelősség, aztán meg kell tanulnom felelős lenni, hogy eltartsam a családot. Ez most nem kapcsolódik. Úgy kapcsolódik a természet, a férfi testem, ez is egy természet, de akkor ehhez már kell, hogy tartozzon felelősségvállalás. Mert akkor én férfi vagyok, vagy nem vállalok felelősséget, akkor nem tudom, ki vagyok. Igen. Azért kérdeztem ezt, mert ugye a kérdésükben bent volt, hogy ha nem passzol hozzám a munkám, ez sokszor akkor is kell akkor ezek szerint végezni. Hát, hogyha igen, mert most mi fejjel lefele társadalomban élünk, itt most csak egy példát mondom, nem tudom, mondjuk közgazdász egyetem, hány van közgazdász, nem tudom, de fogjunk egy ilyen, csak egy számot, hogy évente mondjuk 1000 közgazdász a diplomát kap Magyarországon. Egy évben. Következőben még 1000, 10 év múlva 10 000. Van-e szükség Magyarországon 10 000 közgazdászra? Nem. Jó. Akkor már nem kapnak munkát. Van természet, nincs rá munka. Nincs igény. Hát mert nincs ennyi, nem kell ennyi. Ezért ez egy egyik szempont. A másik, hogy mindenki, aki csak úgy mennek közgazdásznak, az nem jelenti mindenkinek ez a természete, hanem azért megy, mert barátok oda mentek. Sokszor ez van, igen. Sokszor ez van. Igen. Jó? Jó, közben én itt néztem a kérdést, és igazából a korábbi kérdésekben már megvolt a válasz, ugye itt volt karma, halálpillanat, mit tegyek, tehát hogy azt hiszem, hogy így akkor a végére érkeztünk. Jó. Ma estének. Lehet, hogy ránézünk Zoomra. Mit nézzünk rá, hát ha. Búcsúzóul, hát ha valaki. Hát ha. Felébredt a kíváncsiság. Hangot én bekapcsoltam. Kis pici piros mikrofon van mindenkinél. Oké, akkor kiléptünk a Zoomból. Zoomból kiléptünk, visszatértünk ide. Visszaadom neked a szót. Jó, hát elsősorban szeretném megköszönni azt a sok jó kérdést, amit kaptunk, mert azt hiszem, hogyha nincs ilyen jó, sok jó kérdés, akkor nem születik meg egy ilyen jó előadás, Bhakti Pád Dász előadásában. És mondhatjuk azt, hogy ez egy ismétlődő, mert körülbelül egy hónapja volt, azt hiszem, ez a körülbelül az január elején volt valamikor. Igen, úgy mondjuk, hogy rendszeres. Rendszeres, igen. Rendszeres. Ezzel csak biztatni szeretnék mindenkit az élőadás túloldalán, akár a Zoomon, akár a YouTube-on, Facebookon nézitek ezt az élőadást, hogy ha nem került most sor a kérdésekre, lehet, hogy átsiklottunk egy-két kérdés felett, azért elnézést kérünk, és biztatnunk benneteket, hogy írjátok a kérdéseket, nyugodtan küldhetitek el, és akkor utána, amikor majd lesz a következő ilyen kérdezd a szerzetes lehetőség, akkor igyekszünk azokra is választ találni, illetve Bhakti Pád Dász majd fog válaszolni nektek, és hol is követhetik ezeket, hova írhatnak kérdéseket, és hol tudják követni ezeket az élőket?
Ezt te tudod? Igen. Ugye van a tudatos életmód, ahol lehet találkozni ezzel, oda is nyugodtan írhatjátok a kérdéseket, illetve a YouTube-on a Bhakti Vádász csatornái között lehet nagyon-nagyon sok előadás között lapozgatni, és lehet, hogy úgy fog felmerülni a kérdés, hogyha valamit néztek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és kitartottatok velünk ebben a majd két órában, és nagyon kellemes estét kívánunk nektek továbbra is. Köszönjük szépen. Hare Krishna. Hare Krishna.